Sziasztok, és üdv újra itt a csatornámon! A mai videó a fél év zárási pániktek videó lesz. Nagyon betánikolva, ugyanis idén még csak 13 könyvet olvastam el. Ebből a 13 könyvből három újrólvasás volt, egy mesekönyv, és egy nagyon rövid karácsonyi történet, szóval érdemben igazából 8 könyvet olvastam el ami nem lenne annyira szörnyű, viszont ahhoz képest, hogy tavaly évben 40 könyvet olvastam el, azelőtt még többet, tehát eléggé csökken az olvasott könyvek száma, viszont mivel ebben a fél évben eléggé nem volt időm az olvasásra gondolni se, így ezt megbocsájtom magamnak. A másik bocsánat kérés, hogy ne haragudjatok a háttérért, vagy még valamit kitalálok, viszont még a könyves nem rendeztem át, szóval most oda nem akartam leülni, mert nagyon kupis, szóval most ideültem az ágyamra, de nem is az a lényeg, hanem kezdem is a listát, mert már ötödjére veszem fel ezt a videót, mert folyton valami közbe jött, szóval most leültem és felveszem. Az első pont a listán a legjobb idei olvasmányod. Egyik se volt annyira, de annyira jó, hogy azt mondjam, hogy legjobb könyv ever, viszont volt egy nagyon jó olvasási élményem, ami Rebecca Jarosztól volt, a Force Wing. Ez a könyv egyébként ugye Violet Sorengirről szól, aki most 20 éves, és el kell döntenie, hogy melyik kvadrásba szerette tartozni. Ugye ő kiskora óta az írók kvadrásába készül, de végül az anyja megparancsolja neki, hogy menjen a, sárkánylovas kvadrásba, ami konkrétan egy ilyen, hát halálos ítélet számára, mert hogy a csaj olyan, hogy a saját táskája súlyától orra bukik, tehát hogy itt kell elképzelni letet, és akkor ő megy sárkánylovasnak, ezt az élét követhetjük végig, hogy hogy megy végig azokon a próbákon, amik azt eredményezik, hogy végül sárkánylovas lesz-e vagy nem, mert hogy a legnagyobb próbájuk az, hogy a sárkányoknak kapcsolódniuk kell velük, és a sárkányok csak azokkal kapcsolódnak, akik ténylegesen méltók arra, hogy sárkánylovasok legyenek, és ezt a folyamatot láthatjuk kiegészítve Szédön Riorzonnal, aki egész végig hátráltatja a Violetet, aztán természetesen történik, ami történik ott ugye a villámokkal, ugye Szédön lesz itt az Enemies to Lovers szál, és szerintem amúgy nagyon jó szál, én nagyon bírtam Szédönt, Tetszett egyébként ez a történet is, arról ne beszéljünk, hogy mennyire pocsék ez a kiadás, tehát hogy én el is döntöttem, hogy a második részt nem fogom megvenni, elmegyek a könyvtárba és kikölcsönzöm, mert hogy az e-book az is 7000 forint, tehát azért ennyit egy e-bookért ne kérjünk már el, könyörgöm, tehát hogy Értem én, hogy kell a pénz a következő kiadásokra, de azért 7000 forint egy A könyvek is extra drágák, szóval ezt is csak azért vettem meg, mert nem is néztem meg, hogy milyen a kiadás, nem láttam, hogy szellemképes a térkép, mert akkoriban nem igazán törődtem így ezekkel a könyves dolgokkal, csak el akartam olvasni, és hát igen, most már nem venném meg, hanem kikölcsönözném könyvtárból. Nagyon sajnálom, hogy ez történt egyébként ezzel a könyvsorozattal, bár csak a könyv képző adta Második pont, a legjobb folytatás, amit idén olvastál, igazából ebben az évben kettő folytatást olvastam, az egyik a Julia Quintől a Bridgerton család, harmadik része, a második pedig a negyedik része, Szóval a harmadik részt hoztam ide egyébként, mert az tényleg egy nagyon jó folytatás volt, ugye ez Benedikt története, az édesanyjának lesz egy ilyen állarcos bálja, és ott találkozik egy hölgyel, sophie -val aki állarcban érkezik, és nem is igazán tudja Benedikt, hogy ő kicsoda, viszont rögtön érződik kettőjük között a kémia, nagyon jól beszélgetnek, aztán, mint hamupipőke, a lány eltűnik éjfélkor, és innen kezdődik egy nagyon érdekes történet, Nekem nagyon-nagyon tetszett, és csak ajánlom, hogy kezdjétek el a Bridgerton sorozatot. Az első két évad, vagy mi első két könyv annyira nem tetszett nekem, viszont ez a harmadik, ez nagyon-nagyon jó volt. Harmadik pont, friss megjelenés, amit még nem olvastál, de nagyon szeretnél. Ez nekem egyértelműen Lucy kortól, az, amit magunk mögött hagyunk című kötet. Ugye én nagyon szeretem Lucy School könyveit, van róluk egyébként videóm is, majd a leírásba beteszem. Én nagyon szeretem ezeket a könyveket, mert kisvárosi románc, és szerintem nagyon feelingesen vannak megírva. Nekem a két főszereplő karakter is mind a két könyvben nagyon-nagyon tetszik, az fő dinamikájuk, az, hogy mennyi mélység van ezekben a kötetekben, és hát valljuk be, eléggé spicy könyvek, szóval ilyen tekintetben nem, nem szerénkedik a kötet, nekem ez nagyon bejött. mert maga az alapsztori is, hogy megérkezik a lány a kis városba is rögtön kirúgják a kávézóból, mert azt hiszik, hogy az ikárt testvére az, aki amúgy tök több szemét meg csomószor kicseszett már ugye a városiakkal, aztán innen indul el igazából ez az egész szerelmi történet, Szerintem nagyon jó, egy nagyon jó kis slowburn, románc volt, nekem tetszett szóval csak ajánlani tudom. hogy Ha kicsit többet szeretnétek hallani róla, akkor pedig belinkelem, ugye a videót és nézzétek meg. Negyedik pont, legjobban várt megjelenés az év második felére, nem húzom sokat az időt, Stefani Gárbertől. Az egy átok az igaz szerelemért, ugye ez a Karavál spin-off trilógiája a Kegyetlen Hercegről, akit én imádok. Szerintem, akik követik régóta a csatornámat, azok tudják, hogy mennyire szeretem a Karavált és a Kegyetlen Herceget és a második részéről van is egy olvasó amin kibőgtem az agyamat, szóval nézzétek majd meg azt is, lent lesz a leírásba. Ötödik pont, a legnagyobb csalódás, amit idén olvastál, sose gondoltam volna, hogy egy ilyen ponthoz egy elkenedi könyvet fogok hozni, de most azt hoztam. Ráadásul a The ami a Briar You spin-off sorozatnak a második része, ugye ez Jensen edző lányáról szól, és egy Harvardos játékosról, ahogy ők összeismerkednek, Igazából itt, ami fontos lett volna, az egy apja-lánya kapcsolat, méghozzá egy olyan plusszal, hogy a lányjal történt egy nagyon súlyos dolog a múltba, és hogy ez mennyire hatott ki a mostani kapcsolatukra, illetve arra, hogy az apa mennyire túlfélti őt. Ez egy nagyon jó téma lett volna, szerintem egy kicsit ez bérem volt benne, illetve a J.K. való kapcsolata is nekem fura volt, Szerintem ebbe a könyvbe El Kennedy nagyon túl szexualizálta a Csajszit, folyton arról lehetett olvasni, hogy mennyire szexi, mennyire jó a melle, mennyire jó a seggetet, hogy ilyen szinten ez engem nem érdekel, hogy a mennyire jól néz ki. Elsőre is megértettem, hogy jó csaj, nem kell ennyire a pofámba vágni minden egyes oldalon, hogy mindenki oda van ezért a nőért, és meg akarják őt. Igen, nekem ez a könyv nagyon csalódás volt, és nagyon félek a következő résztől hatodik pont, a legnagyobb csalódás után jöjjön a legnagyobb meglepetés, ami nekem Daniel L. volt a hét királysága, és hogyha még ezt júliusban befejeztem volna, akkor ez lett volna a fél év legjobb olvasmánya, de most fejeztem be augusztusban. ez egy fentezi egyébként, Lara Hercegnőről szól, akit konkrétan kiskora óta arra képeznek ki, hogy beférkőzzön az ellenséges királyság udvarába, és tönkretegye őket és ráadásul az ellenséges királyságnak a királya lesz a férje, Aren, aki egy nagyon-nagyon jó karakter volt, nekem nagyon tetszett, de aki még jobban tetszett, az Lara volt, mert hogy ő tényleg egy ilyen bedesz hercegnő, és nem az a bedesz hercegnő, aki mondjuk esetleg így elesik a saját táskájának a súlyától, és utána lesz ilyen nagy, nem tudom milyen karakter, hanem ő tényleg nagyon bedesz már az elejétől, voltak benne buktatók, de egyébként nekem nagyon tetszett. A politika, ami a sztori mögött van, eszméletlen, mert hogy a címben is benne van, hogy a híd királysága, van egy híd, ami konkrétan rengeteg dologért felel, de itt ment a legnagyobb kereskedelem, ez egy hatalmas nagy hálózat, amit aki birtokol, az ténylegesen eléggé nagy hatalomra tesz szert, és ezért mindenki meg akarja ezt a hidat szerezni. Hát arra édesapja is, és ugye emiatt megy ez az egész dolog. Nagyon tetszett ez a könyv, ha még nem olvastátok, akkor olvassátok el, szerintem nagyon-nagyon jó. Hetedik pont, kedvenc új szerző. Ténylegesen kedvenc új szerzőt nem igazán tudok most avatni, mert hogy ebből a nyolc könyvből azért nem sok új szerzőt ismertem meg, viszont egy szerző van, akinek nagyon, de nagyon, de nagyon nagy bizalmat avatok. Ez Laurent Escher, aki a The Fine Print-et írta, nagyon tetszett ez a kötet, mert maga az alapfelvetés, hogy egy Disneyland-szerű helyen játszódik, ugye Dreamland-en, aminek a tulajdonosa meghal, és az unokáék, három unokája van, nyilván, mint minden mesében, három unokája van, és nekik meg kell tenniük egy-egy dolgot, azért cserébe, hogy megkapják ugye Dreamlandnek a vezetését. Nagyon-nagyon szuper volt, ugye ez az első könyv, az első unokának a, a megpróbáltatásáról szól, ami szerintem nagyon-nagyon szuper volt. Olvassátok el, mert tényleg megéri. Nekem nagyon barázatos volt ez a kötet, csomó mindent kielöltem benne, imádtam. Viszont még azért nem szavaztam neki nagy bizalmat, mert kíváncsi leszek a második részre, és hogyha majd elolvastam mind a három részt, akkor fogom azt mondani, hogy Lauren Escher, te aztán tényleg az új kedvenc szerzőm vagy. Nyolcadik, új kedvenc fikciós szerelmek. Én ezt a pontot úgy ö, értelmeztem, hogy új kedvenc fikciós szerelmes pár. Nekem ez Széden és vájolát lett, nekem nagyon tetszett az ő kapcsolatuknak a dinamikája, ugye a villámos jelenetek, hát azok szerintem nagyon-nagyon jók voltak, és tetszik az, hogy széden egy ilyen borús, bedesz karakter, Lara meg ugye, hát elég bakmerő, viszont nagyon béna, és az ő kettősségük nekem nagyon tetszik, és szeretem azt, hogy széden védelmezi egy idő után Violetet, szerintem nagyon aranyos, és alig várom, hogy többet olvassak róluk. Kilencedik, új kedvenc karakter, ide egyértelműen Lara Hercegnőt választottam, már korábban ugye kifejtettem, hogy ő egy nagyon bedesz karakter, egy picit azért neki is vannak ilyen uh, hülyeségei, de nekem az tényleg tetszett, hogy ő, ő, simán meg tudna ölni egy embert. Nekem tetszett ebben a könyvben, mert szerintem nagyon valósághű volt, főleg, hogy ugye őt erre képezték ki, hogy, hogy ilyen legyen az egész karaktere, hogy ő képes legyen erre, és hogy nem az volt, hogy megint egy ilyen ártalmatlan kislány, aki hirtelen belekerül ebbe a szerepbe. Lara Hercegnő, felettél az új kedvencem. Tizedik pont, egy könyv, amin sírtál. Igazából az új olvasott könyveim között nem volt ilyen, de három könyvet ebben az évben ugye újraolvastam, az egyik az itt Envitász volt, és ezen a könyvben én mindig tudok sírni, ez most is így volt, szóval ezt hoztam ide. 11. pont, egy könyv, ami boldoggá tett. Ide egyértelműen az Akutárnak a második részét hoztam, mert hogy a két másik könyv, amit újra olvastam, az Akutár volt, illetve a második része a Ködés és engem a Ködés mindig boldoggá tud tenni, és ez most is így volt. 12. Kedvenc könyv adaptáció. Hát, ide egyébként a nyár, amikor megszépültemet hoztam, mert az az adaptáció nagyon tetszett, mert bár szól, nagyon komoly és mély dolgok voltak benne, és nekem ez nagyon tetszett. Ráadásul tele volt Taylor Swift dalokkal, amivel engem meg lehet venni. Tehát most ezt mondanám, viszont miért könyvben nem olvastam? 13. legszebb könyv, amit idén vásároltál. Be kell vallanom, idén nem vettem sok könyvet, ezt is egyébként a könyvmói képzőtől kaptam. Ugye ez a Kegyetlen Hercegnek az egyik spin-offja, amit el akartam olvasni, hogy majd meghozza a kedvemet, hogy újra megpróbálkozok a Kegyetlen Herceggel. Na hát. Ezt nem tudtam elolvasni, mert ehhez el kellett volna az egész Kegyetlen Herceg trilógiát olvasni, amit most már meg fogok majd próbálni, viszont ez a könyv gyönyörű nem csak így kívülről, hanem belülről is, ugye illusztrált kötet, ilyen képregényes egyébként maga a, a lapoknak a minősége, ez véletlen gyönyörű, még mindig ez a térkép, és hát ez a legszebb könyv, de hát szerintem nem kell magyaráznom, hogy miért csodálatos az egész, ahogy kinéz. Szeretem. A 14. pont pedig az, hogy melyik könyvet szeretnéd még idén biztosan elolvasni, mert ide most egy adóászt hozok, mert hogy konkrétan ezután, a videó után el fogom kezdeni forgatni a vlogot róla, ami Carly Fortune-tól a minden elmúlt nyár. Ez nagyon érdekel ez a könyv már régóta, és most végre megvásároltam. Igazából azt sem tudom, miről szól a könyv, csak így nagyjából, mert már elkezdtem olvasni, de ez nagyon érdekel, illetve ma még vettem egy könyvet, ez nem volt betervezve, véletlen volt. Viszont Kárli Robin, igen, Carly Robintól vette meg a szágoldó szerelmet, amit Emelinnél láttam, aztán kedvenc könyvesboltomba megláttam, és hát megvettem. Ez van, ezt kell szeretni. Ezt még ide jó lenne egyébként elolvasni, mert kis könnyű romantikus. Na és hát ez lett volna a fél évzárási párig teg videóm. Igazából nagyon sok tervem nincs erre az évre. 30 könyvet szeretnék kb. elolvasni, azt szerintem teljesen teljesíthető, már már a felével igazából végeztem de hát meglátjuk, hogy mi fog összejönni, nem fogom magam most így forszírozni, hogy olvasod kell, olvasod kell, hanem ami jól esik, annyit olvasok, amennyi jól esik, és bátorítalak titeket is erre, hogy nem mindig az legyen, hogy minél több könyvet, hanem azt olvassátok, ami jól esik, és amit szeretnétek. Én pedig ennyi szöttem volna mára. Sziasztok!